Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit, ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 10 pontos győzelmet aratott a BKG ellen a Nyíregyháza Blue Sharks. Az olimpiai szint teljesítéséért utazik Durincébe Hellebrand Máté. Sorozatban harmadik bajnoki meccsét is megnyerte a Spari. Ismét támogat 3 fiatal sportolót egy megyebeli pénzintézet. 4 pontos vereséget szenvedett a Vasastól a Nyíregyházi kosársuli. Szombaton 50. alkalommal rendezik meg a Krúdi kupát. 10 pontos győzelmet aratott a BKG Prémiás ellen a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese 81-71-re verte Sziget-Szent Miklós ellenfelét. A mérkőzésen azt kértük a fiútól, hogy keményen védekezzenek, csak a védekezéssel tudjuk megnyerni ezt a mérkőzést, hiszen tudjuk, hogy a ellenfélben jó dobó játékosok vannak, és próbálják kivenni a dobásukat. Ezt gondolom, úgy érzem, hogy sikerült, 4-3 pontos kaptunk összesen kintről. Persze odafigyeltünk arra is, hogy mi legyen a különbség. Sikerült, örülünk ennek. Mennyit kellett változtatni az alattatikán annak tükrében, hogy a játétás miatt a palánk alatti meghatározó ember Tóth Gergely nem játszhatott? Igazából olyan túl sokat nem kellett változtatni, itt azt kellett megoldanunk, hogy a Zinger Zoli minél többet tudjon pihenni, hogy a fiataloknak többet kellett pályán lenni, akkor kellett más taktikát kitalálnunk. Én úgy gondolom, hogy jól működött, bár néha alkotott a játék, de a BKG egy kellemetlen csapat, de nagyon örülünk a győzelemnek, és annak is, hogy a negyedik helyen vagyunk most a bajnokságban. Két mérkőzés van még hát az alapszakaszból, egy idegenbeli Miskolcon és a mindössze egy vereséget szenvedő Veszprémmel egy itthoni mérkőzés. Mi a cél, mi az elvárás erre a két meccsre? Természetesen mind a két mérkőzést meg akarjuk nyerni. Egyik sem lesz könnyű, hiszen a Miskolcnak még van esélye bejutni a 8 közé, de ahhoz meg nekik győzelmek kellenek. Idegenben nagyon nehéz nyerni, főleg a miskolci pályán, de mindenképpen nyerni megyünk oda. A BKG-val játszunk majd most már biztos a rájátszásban, a legjobb 4 közé kerülésért. Ebből a meccsből és az idegenbeli meccsből ki lehet indulni, vagy pedig az egy teljesen más műfaj lesz már? Így van, hát a rájátszás az egy teljesen más műfaj. Remélhetőleg addigra már nem lesznek sérültjeink, a Tórgait is tudjuk használni. Én bízom benne, hogy 2 győzelemben tovább fogjuk jutni, és a 4 között leszünk. Nehezen indult számotokra, mert aztán viszont egyszer csak elkezdett működni a játék. Minden köszönhető az, hogy végül is magabiztosan 10 ponttal nyertétek a meccset. Úgy gondolom, hogy az elején nem védekeztünk kellő keménységgel, majd pedig amikor elhúzott az ellenfél, akkor ezt támadásba próbáltuk kompenzálni, ez annyira nem jött össze, nem ültek az első fél időben annyira a tripláink, majd pedig a második negyed felétől ott elkezdtünk keményen védekezni, és szerencsére a végén már a dobások is beestek mindenkinek, és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést. 6 triplát dobtál be, úgyhogy az első 3 kísérlete sikeres volt. Egy játékos ilyenkor érzi, hogy megy a dobás? Igen. Hát kellett ugye, hogy én is meccsbe jöjjek. Most sérüléssel bajlottam, ezek szerencsére jókor szakadt kínálom magát, úgyhogy próbálunk így menni tovább. 2 meccs van hát, a Miskolcon egy és itt van a Veszprém ellen. Lehozható ez a 2 meccs győzelemmel? Szerintem igen, és egyet meg is kell nyerni mindenképpen. Most Miskolcra megyünk, arra készülünk, megpróbáljuk ezt megnyerni, és 100%-kal oda tenni magunkat. Most jön majd az alapszakasz után, azt mondták, hogy a legfontosabb szakasz a rájátszás, hiszen akkor dől el, hogy egy csapat melyik helyen végez. Hogy érzett játékból tartottok, ahogy kell ebben a szakaszában a bajnokságnak? Úgy gondolom, hogy most a legjobbkor jött ez a győzelem a BKG ellen, mivel így most meg tudtuk előzni őket, de kell még egy győzelem ahhoz, hogy megtartsuk ezt a pozíciót, úgyhogy ennek érdekében megteszünk mindent. A magyar bajnoki címért, a világbajnoki, valamint olimpiai szint teljesítéséért utazik Durincébe Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló az 50 kilométeres távon áll rajthoz a versenyen. A felkészülés nagyon jól sikerült, majdnem 6 hetet tudtunk edzőtáborozni Portugáliában, ami nagyon-nagyon jól jött, hiszen a tavalyi lábtörésem után elég nehézkesen tudtam visszatérni. Kicsit úgy nehezen fejlődött vissza az állóképességem, illetve az izomzatom, és ezért volt nagyon fontos, hogy ezt a 6 hetet tényleg tökéletes körülmények közt tudjuk megcsinálni az edzéseket. Napi 2 edzésem volt, ez azt jelenti, hogy heti olyan 160 km volt nagyjából az edzésmennyiség, és hát a stopper úr, meg az időeredmények alapján úgy érezzük Józsivel az edzőmmel, hogy jó formában vagyok. Mit kell tudni a
hétvégi versenyről, ugye ez magyar bajnokság, de egyben nemzetközi verseny is a szlovákiai Undicében. Közép-Európában több ország is itt rendezi az országos bajnokságát, és ezért jön létre egy ilyen nagyobb nemzetközi verseny. Idén 42 versenyző fog elindulni 50 kilométeren. Érdekes, hogy még Kolumbiából is jönnek versenyzők. Ebből a 42 indulóból körülbelül 9 vagy 10 olyan versenyző van, aki velem egy szinten van, aki nekem nagy riválisom, és akik valószínűleg ők is ott lesznek a világbajnokságon, illetve a jövő olimpián. Ez nekem nagyon jó hír, hiszen lesz kivel mennem itt ezen a versenyen, és nem pedig egyedül kell majd egy kis országos bajnokságon versenyezni. Mivel az idő nekem az nagyon fontos lesz, mert ez lesz az első kvalifikációs verseny már a jövő olimpiára, szóval jó lenne ezt a versenyt úgy befejezni, hogy már biztos induló lehessek majd a Tokiói olimpián. Mennyit kell gyalogolnod ahhoz, hogy egyben a VB szintet is, az idei VB szintjét is teljesít? A világbajnoki szint az 3 óra 59 perc, viszont az olimpiára már 3 óra 50 percet kell gyalogolni. Tehát ha 3 óra 50 belül tudok célba érni, akkor a VB-re is, illetve az olimpiára is meg lesz a szint. Az az érdekes, hogy az eddigi olimpiákon 4 óra 6 perc volt a kiküldetési szint, és ezt most a Nemzetközi Atlétikai Szövetség jóval megerősítette, 16 perccel lett erősebb ez a szint. Nekem ez még kötelezőnek mondható, szóval nekem ennek meg kell lennie, de hát egy 4 órás versenyről beszélünk, és bármi közben jöhet. Ettől függetlenül ez a minimális cél, hogy ez meglegyen, illetve az országos bajnoki cím, és hát a nemzetközi mezőnyben is szeretnék az első háromban végezni. Mekkora nehézséget okoz az, hogy egy kilométeres körpályán kell teljesíteni az 50 kilométer? Elég nagy nehézség. Nekünk általában 2 kilométeres szokott lenni egy versenypálya. Hát ez most a fele. Ez például azt jelenti, hogy a kanyarok is a duplájára, a kanyaroknak a száma duplájára növekszik, ami nem csak a csípőt teszi kicsit igénybe, hanem magát a versenyt is, hiszen minden kanyarnál le kell lassítani, illetve a kanyarból kijövet újra fel kell gyorsítani. Ez egy körben kétszer van, az azt jelenti, hogy 50 körön keresztül az 100 kanyar. És ha csak egy kanyarban egy másodpercet vesztünk, akkor ez már 100 másodperc, az 1 perc 40 másodperc. Csak az, ami a kanyarokkal elmegy. Ideális esetben viszont ami a például a világbajnokságon lesz, vagy ami az olimpián, egy olyan komolyabb versenypálya, ott ilyen már nem fordul elő. Viszont ezen a versenyen ilyen pályát szerveztek, majd ezt kell megoldani. Sorozatban harmadik bajnoki meccsét is megnyert a Nyíregyháza Spartakusz. Zorán Spisek együttese az MB2 29. fordulójában lejátszott mérkőzésen 1-0-ra vert a Győr csapatát. Minden meccsre nagyon meg kell küzdeni, nagyon rá kell készülni, nagyon mélyen meg kell nézni, hogy mi az ereje az ellenfélnek és mi a gyengesége, és abból kell indulni, persze a saját erőnket ki kell mérni, és a saját gyenge pontokat, hogy akkor ne legyenek meglepetések, vagy legalább annál kevesebb a meccsen. Ugyanebben a szakaszban is voltunk, ahol mondom, sok területen fejlesztünk, a játékot fejlesztjük, a játékosokat, a csapatot, úgyhogy fiatalokat építsük, integráljuk a csapatba, úgyhogy sok területen dolgozunk, de azt mondom, hogy a csapat megtalálta azt a játék részét és játék stílus, ami tud eredményes is lenni, úgyhogy a harmadik meccsben most már Zsinórba nyert a csapat. Persze ez nem kell, hogy legyen az a része, hogy most meg vagyunk elégedve, hogy 3 meccset, ez csak egy induló pont kell, hogy legyen, ezen kell építeni, továbbra kell gondolkozni, előre kell gondolkozni, továbbra kell építeni, és továbbra kell pontokat gyűjteni. Egy edző ilyenkor örül a bajnoki szünetnek, vagy pedig jobban örülne, ha ismét meccs lenne a hétvégén? Sokat játszottunk, sokat dolgoztunk, sok információt adtunk a játékosoknak. Azt mondom, hogy ebben a pillanatban és ebben az esetben azt mondom, hogy a szünet nekünk jól érkezett, mert úgy éreztem a játékosokon is, hogy most jött az a pillanat, ahol kéne egy kicsit szusszanni, kicsit friss levegőt venni, és akkor rákészülni a következő fázisra.
Mi a cél a következő meccseken a bajnokság hátralévő részében? Mindenféleképpen meccsekkel építeni. Következő a békesebb a idegenben, 3 pont a csúcs, legmagasabb, amit el lehet érni. Persze, menet közben kell gondolkozni a többiekről is, de mondom, ez lenne a mi elképzelésünk, hogy meccsről meccsre készüljünk, mert ez a legjobb mutató idáig is, hogy így legjobban lehet fejleszteni akár a játékosokat, akár a játékot. Úgyhogy erre lesz a hangsúly a következő fázisban is. A legutóbbi 3 mérkőzésén 9 pontot szerzett a Spari, ez azt jelenti, hogy rátaláltatok arra az útra, amit elterveztetek a tavaszi szezon kezdetén? Igen, mondhatni, tényleg ez a 3 mérkőzés ez úgy alakult, ahogy elterveztük, minden teljesült, ugye a kapott gól nélküli meccsek, a 9 pont, és szerintem most ért be az a munka, amit ugye elkezdtünk télen, mert tényleg én ezt vártam, ezt a stabilitást akár hátul, akár így az egész csapaton belül, ami lehet, hogy most jött létre, és most alakult ki. Reméljük, hogy minél tovább ki tud ezt tartani, és ezen az úton tudunk tovább menni. Egy kapu szempontjából gondolom fontos, hogy kapott gól nélkül hozzon egy meccset, te most már egy 3 meccses sorozatnál tartasz. Minek köszönhető ez? Elsősorban a csapatnak, mert tényleg nagyon jól működik együtt a csapat, és akár előről megkezdve a védekezés segítik az én munkámat is. Jól fel vagyunk készülve, akár ugye a kapusedzéseken is, a kapusedzővel, a Tuska Jánossal felkészülünk mindenre. Mindig az ellenfélből úgy készülünk, ugye olyan gyakorlatokat csinálunk, ami az adott ellenfélre, vagy a soron következő ellenfélre jellemző, és reméljük tényleg, hogy ezt most már meccsekre is ki tudjuk vinni. A válogatott edzői miatt van egy 2 hetes szünet, ez most jókor jött, vagy jó lett volna egy lendületből tovább menni? Lehet, hogy jó lett volna lendületből tovább menni, de vannak ugye a sérültjeink, akiknek kell azért idő, hogy visszajöjjenek. Reméljük, hogy a válogatott szünetben ők is meg tudnak gyógyulni, és 100%-osan a csapat mellett tudnak lenni. Úgyhogy tényleg nekem is szükségem volt most, vagy van most erre a kis pihenőre, és utána pedig 2 hét múlva megyünk Békés Csabára, ami ott is azért 2-5 erővel fogok én is menni, mert nekem is azért a nevelő egyesületem ellen játszunk, úgyhogy várom már azt a találkozót. Mi a cél a hátralévő meccsekre? Most a középmezőnyben van a csapat, de egy hasonló sorozattal feljebb lehet lépni egészen az élmezőny mögé. Mindenféleképpen ez a célunk, hogy feljebb lépjünk, és most találkozunk majd ugye azokkal a csapatokkal is, akik ott vannak előttünk, és nem olyan sok ponttal vannak előttünk. Szóval ez a célunk, hogy minél közebb kerüljünk hozzájuk, és tényleg az, hogy a közép, és én felső házba szeretnék végezni, úgyhogy szerintem a csapat is így van ezzel. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét támogatói szerződést kötött 3 sportolóval egy megyebeli pénzintézet. Laska Íris, Závaszki Bálint és Bakusi Péter felkészülését és versenyeztetését 1 éven keresztül segíti a pénzbeli támogatás. Fiatal tehetségeket akartunk támogatni, ez volt az eredendő célunk, és én úgy gondolom, hogy jó választottunk, mert mind 3 sportoló, mondjuk 2 végig benne volt ebben az időszakban a kiemeltek között, akik kikerültek, azok is fantasztikus teljesítményt mutattak föl. Többek között Fucsovics Márton, ugye, akire nagyon büszkék vagyunk, a legjobb magyar férfi teniszező. Biztos nem lehet lemérni, de kinek a számára gyümölcsözőbb ez a kapcsolat, a támogató sportolók vagy a pénzintézet számára? Mind a 2 fél számára gyümölcsöző. Egyrészt nagyon drukkolunk nekik egész évben, folyamatosan kapjuk a jó eredményekről a híreket. A dicsfényből egy kicsi ránk is hullik. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a tavalyi év volt a legsikeresebb a pályafutásos során, viszont az idei év is nagyon sok feladatot tartogat számodra. Melyek ezek közül a legfontosabbak? Hogy néz ki az idei éved? Az idei évben már megvolt az év első 2 versenye, ez a Ciprus Junior Open és egy törökországi verseny, ez mindkettő világranglista pontot adott, és hát szép számmal is indultam a világranglistán egyre jobban lefelé-lefelé. Most pedig a tanulási a szerep, már versenyekkel együtt, és az évvégi vizsgáim után pedig Európa szerte rengeteg verseny vár rám, valahova még már címvédőként érkezve, valahol pedig rengeteg új versenyre indulok, és ebben az évben pedig már ugye most 17 évesen az U18-as kategóriában fogok indulni, és ezáltal ez nem lesz egy könnyű év, de reméljük hasonló sikerek lesznek, mint a tavalyi évben. Nagyságrendileg hány országban állsz majd rajta az idén, és hány napot töltesz el versennyel? Az idejében ugyanúgy egy 80 versenynap, ez 20-25 verseny, és hát Európa 13-14 országában, igazából Európa szerte a legtöbb országban versenyzek.
kezdetektől fogva tagja vagy annak a triónak, amelyet támogat a pénzintézet. Az idei évet jól kezdődött feltett pályás egyéni csúccsal és bajnoki címmel. Hogy néz ki a folytatás, milyen formában vagy, melyek lesznek az év legfő versenyei? Igen, köszönöm szépen a tisztelt takarainknak, hogy ismét ők kiállnak mellettem és támogatnak ebben az évben is. Már nagyon régóta ő hozzájuk fűz ez a kapcsolat, és remélem, hogy a idejében és akár a jövőben is meg tudom neki mutatni, hogy megérte a támogatás, hogy bíztak bennem, és hogy el tudjam érni azt az eredményt. Eddig úgy néz ki az idei évem, hogy magyar bajnokság volt, azon 2022-ig sikerült ugranom, ezzel sikerült egyéni csúcsot elérnem, sajnos az EB-n nem tudtam részt venni. Ennek a bonyolult megkívásos rendszernek köszönhetően pedig ez az eredménye most a Európa ranglistán 17. helyet foglalom el, és az Európa bajnokságon is 22-vel 4. helyezetnek lehetett lenni, és a kvalifikáció szinttel pedig Európa bajnoki ezüst érmesnek lehetett lenni. Nem vagyok letörve, én remélem, hogy a nyári szezonban az jobban fog sikerülni. Mikor lesz tervek szerint majd az idei első versenyed, és melyek azok a világversenyek, amelyekre szeretnél kijutni? Az első versenyem az valószínűleg májusban fog elkezdődni, de sűrűbben majd júniusban fog elkezdődni. Ahogyan konzultáltunk a jövőmmel kapcsolatban, mivel ugye most végzek az egyetemen is, utolsó éves hallgató vagyok, államvizsgám van, én remélem, hogy ez június 5-ig le lesz tudva, és akkor utána már csak a versenyre fogok tudni koncentrálni. Az idei nyaram az elég sűrű lesz, mivel lesz egy európai játékok Minskben, egy Universiade Nápolyban, és mellette ugye egy csapat Európa-bajnokság az Norvégiában lesz, és a világbajnokság természetesen az pedig Dohában lesz, az majd a nyár vége felé, inkább már ősz, mert szeptember végétől októberről fog átnyúlni. Lehet-e tudni arról valamit, hogy mennyi a VB kvalifikációs szint? 230 centi a VB kvalifikációs szint, én remélem, hogy meg fogom tudni csinálni. 4 pontos vereséget szenvedett hazai pályán a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese 70-66-ra kapott ki a Vasas Akadémia csapatától. Nem jött le teljes kerettel a Vasas, valószínűleg ugye azért nem, mert előző nap Sopronban voltak, és az edző elmondása alapján, tehát volt egy lány, aki a megsérült, volt, aki belázasodott, tehát Isten igazából, azt mondom, hogy a csapatnak körülbelül a kétharmada volt itt, a többieket azokat ugyanúgy kiegészítették a kadett csapatból, mint hogy az mi is tettük. Az igazság, hogy az elején egy kicsit azért megleptük őket a védekezésünkkel, mert egy emberfogásban átmentünk egy 1-2-2 zónába, ami sok esetben azért a csapatoknál zavar szokott okozni, ez most is megtörtént, és ugye folyamatosan vezettünk, és tehát inkább így a Vasason volt az a teher, hogy nekik ugye mindenféleképpen újítani kellett, mindenféleképpen pontot kellett adni. A mi lányaink pedig magabiztosan határozottan játszottak nagyon sokáig, szerintem ennek köszönhető az egy ilyen szorosó mérkőzést tudtunk játszani. Egy ilyen meccs, ahol egy erősebb csapat, a szoros meccsen vereséget szenved egy csapat építő, vagy pedig inkább egy picit negatív hatása van, hiszen ott volt a lehetőség, és nem csak kellett volna egy bravúrhoz. A lányoknak is azt mondom, hogy a mérkőzés előtt nekünk valaki azt mondja, hogy egy ilyen eredmény sikerül ezen a csapat ellen elérnünk, akkor boldogok lettünk volna. Természetesen így a mérkőzés után mi vagy nyerési esélyeink is voltak, csak olyan szituációkban hibáztunk védekezésbe, ami nagyobb koncentrációval elkerülhető lett volna. Én úgy gondolom, ez mindenféleképpen építő a jövőre nézve, tehát nekünk most mindenféleképpen az a célunk, hogy a következő mérkőzéseket arra használjuk föl, hogy azokon a csapatok ellen, akik ellen van reális nyerési esélyünk, azokon a csapatok ellen úgy felkészüljünk, hogy ott ne legyen gond és probléma, és remélem, hogy ezek a mostani mérkőzések, ezek ezt a célt pontosan is jól fogják szolgálni. A nyíregyházi kosárlabda is hiányos, mert rövide, hiszen Farkasinszki Orsolya, Fekete Dóra nem játszik. Ebben a szezonban lehet-e még rájuk számítani? Egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Tehát a Dóri az 90%, hogy nem fog tudni már játszani. És azt mondom, az Ors esetében egy ilyen 70%-ot adok arra, hogy nem is, egy 30-at arra, hogy igen. Olyan komoly sérülése van mind a két lánynak, amit én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen rendbe kell, hogy tegyünk. Tehát nem biztos, hogy van értelme kockáztatnunk az ő egészségüket az eredmény érdekében. Megpróbáljuk ezzel a sorral, aki per pillanat rendelkezésünkre áll, ezzel ezt a célt, amit kitűztünk magunk elé megoldani. Én bízok a lányokban.
vasárnap a BKG ellen Sziget-Szent Miklóson lép pályára, a csapat milyen esélyekkel? Ezek megint a rutinos játékosokra van szó, szóval, akik ugye tavaly voltak, aki még ebből a sorból NB1-ában kosárlabdázott. Na most ugye minden mérkőzés az más és más. A hazai pályán már akkor ugye nem játszott se az Orsi, se a Dóri. Tehát akkor ez egy közel 30 pontos vereséget szenvedtünk ettől a csapattól. Én úgy gondolom, hogy idegenben is hasonlóra lehet számítani, de még a juniornak, ezek a lányok most kiéhezve mennek a mérkőzésekre, és látszott most, mondom, a Vasas ellen is, hogy igencsak jó felfogásban kosárlabdáznak a juniorjaink. Az a 2-3 öreg, aki pedig csatlakozik ehhez a sorhoz, ők mindent megtesznek azért, hogy segítsék ezt a fiatal társaságot. Szerintem most nagyon jó úton halad ez a csapat, és reméljük, hogy ennek egy idő után győzelem is lesz a vége. Ha már a juniorokról esett szó, a B-döntőnkben volt érdekelt az NK, és milyen színvonalon volt a döntő, és hol végzett a csapat? Nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, tehát szoros partikat vívtunk. Sajnos, amikor a döntőbe jutásra játszottunk a Székesfehérvárral, akkor azért az nem úgy sikerült, hogy szerettük volna. Tehát ugye az azt is kell tudnunk, hogy itt azért a meghatározó centerünk, a Karakó Dorinát, azt éppen péntek reggel a kórházból engedték el, hogy kosárlabdázhat, tehát ugye sokáig nem volt biztos, hogy centerrel együtt fogunk tudni nekivágni ennek a B-döntőnek, mert hát azért 2-3 játékosunk azért kisebb sérülésekkel küzdik már nagyon régen, tehát úgy mentük el, hogy mindenféleképpen megpróbáljuk megmutatni azt, hogy igenis, tehát ez egy olyan társaság, aki megérdemli azt, hogy jó eredményt érjen el ebbe az évbe. A Fehérvár ellen sajnos ez nem úgy jött össze, hogy szerettük volna, ezért nem sikerült csak a 12. helyet megszerezni, de én úgy gondolom, hogy ez egy országos 12. hely az nem elhanyagolható, főleg már junior korosztályban, tehát én nagyon biztos vagyok a lányokra, hogy eddig sikerült keretelnünk, és egy ilyen kemény harcos mérkőzéseken több szakembernek is kivívták az elismerésüket, tehát én ilyen kezdve nagyon büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy ezt az eredményt sikerült ebben az évben elérni. Hárman képviselték a nyíregyházi színeket az atléta válogatott tatabányai edzőtáborában. Bakosi Béla edzőkét tanítványával, Zajász Petrával és Pár Robinnal vett részt a négynapos összetartáson. Válogatott keret összetartás volt négynapos Tatabányán. Az ugró válogatott volt, a legjobb ifi junior felnőtt ugróknak volt ez az összetartás. Technikai edzések voltak végül is. Zajász Petra és Pár Robinnal vettem részt ezen az összetartáson. Miután én vagyok az egyik válogatott keret edzője, tehát nekem minden ilyen válogatott keret összetartáson edzőtáboron ott kell lennem. El tudtuk végezni azt a munkát, ami egyébként ki volt tűzve. Jó állapotban vannak a versenyzőim, és elvégeztük azt a munkát, amit terveztem. Ezen a héten Nyíregyházán készültek, aztán jön egy újabb edzőtáborozás, hol és kikkel? Igen, pénteken újra Tatabányára megyünk vissza egy hosszabb edzőtáborozásra, ez pontosabban 9 nap. Zajász Petra lesz, és Leleszi Máté sprinter, aki végülis az országos bajnokságon B-döntős volt, tehát ez a két versenyzőben fogok most részt venni ezen az edzőtáboron. Bakosi Peti sajnos nem tud jönni, készül az egyetemi vizsgáira, van 2 vizsgája, ezen kívül ugye utolsó fél éve van, ami azt jelenti, hogy nagyon kell készülni végülis az áróvizsgákra, meg a szakdolgozatát írja, ezen kívül pedig ugye nyelvvizsgájára készül, hogy ez ami kell az egyetemi vizsgákhoz. Ő most itthon fog készülni, Tamással, a Kis Tamással, az edzőjével egyeztettünk, hogy mikor fog tudni kimenni Németországba edzőtáborozni. A feletes Európa bajnokság előtt még volt esélye, hogy kiutazik az EB-re, annak tükrében, hogy az idei legjobbjával 2-22-vel negyedik helyzet lett volna. Milyen érzések vannak bennetek? A bajnokság után én mondtam Péternek, hogy lehet rá esélye, hogy meghívják végül is. A szövetség állítok benevezte, viszont ugye nem hívták meg sajnos, de Péter nem fogta fel úgy, hogy ez csalódás, mert amit mondtam már, tehát nem terveztük igazából, ez egy meglepetés lett volna, de újult erővel készül végül is a szabadtér idényben, miután ez az eredmény a fedetpályás legjobb eredménye volt. Hát sajnáljuk, mert volt olyan litván versenyző, aki 218 cm-re el tudott indulni az Európa-bajnokságon, ugye Péternek a 222 pedig kevés volt. Nem tudtuk mi alapján alakították ki ezt a résztvevők listáját, de végül is hát alkalmazkodni kell hozzá. Elég hosszú ideje bajlós sérülése, most részt vettél egy 4 napos válogatott edzőtáborozáson. Adódik a kérdés, milyen állapotban vagy?
Most jelenleg nagyon jó állapotban érzem magam, a sérülésem annyira nem vesz vissza, nem vett vissza engem, úgy érzem. A sprint munkánál igazából egy kicsit még problémám van, de egyébként egy olyan 95%-os munkát tudok végezni. Egyébként milyen sérülések küzdesz már ilyen hosszú ideje? Tavaly januárban egy ugrás során kicsit sok volt már az edzés és a közelítő meghúzódott, ezáltal az ölőgumom pedig begyulladt, és ez folyamatosan gyulladásban van, és nem tudunk rá jelenleg annyira megoldást találni. Az MR vizsgálat sem mutatott ki semmit, illetve még egy alhasi sérvem volt, amit műtöttek. Milyen volt ez a tatabányai 4 nap? Jó volt visszatérni alapból versenyezni is, és most jó volt visszatérni az úrok közé így, hogy újra ott vagy a toppon. És nagyon jó volt a csapattal. Nagyon-nagyon élveztem azt, hogy csak edzel, csak kajás, csak edzel, csak kajás, csak erre figyelsz, ott vannak az edzők, akik figyelnek, és pozitív visszajelzést is kaptam, és ez nagyon jó volt így. Mik a célkitűzéseid erre a szabadtéri szezonra, milyen versenyek lesznek, milyen eredményt szeretnél elérni? A legnagyobb célom az szerintem az országos bajnokságot meg tudom nyerni. Tehát most nagyon úgy mentem neki, hogy technikailag a hármas ugrásban nagyon sokat fejlődtünk. Edzőmmel nagyon már mentálisan is nagyon jól összegünk hangolva, és ez nagyon fontos lesz, hogy a versenyen is kihozom ezt magamból. 16 méter felett szeretnék stabilan ugrani, ez nagyon fontos, nem csak egyszer-kétszer, illetve van egy nagyobb célom, egy 16 méter 30-as eredmény, amivel valószínűleg meg is tudom nyerni a bajnokságot, ha úgy jön ki, illetve a csapat elvinni szeretnék majd szerepelni. Szombaton 51. alkalommal rendezik meg a Krúdi kupát. Az eseményre több mint 100 résztvevőt várnak a szervezők. Nagyon örülünk, hogy ideig eljutottunk ezzel a rendezvényel, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy elődeinknél az akkori testnő tanárok, Kovács Györgyi Katinén és Tatos István tanár úr elindította ezt a rendezvény sorozatot most már. 50. alkalommal rendezzük meg. A visszajelzések alapján elég szép számú jelentkező van, akik ígérték, illetve hát a lehetőségük adódik, akkor részt vesznek ezen a programon. Ami a legfontosabb, hogy azokat a régi emlékeket, illetve ezt a krúdi hagyományt próbáljuk továbbvinni. Bízunk benne, hogy szép számmal jönnek a diákjaink, és szeretnénk egy jó napot így együtt eltölteni. Egy egész napos programot szervezünk, gondolva arra, hogy azért visszajelzések alapján az ország távolabbi részéről is várunk vissza volt diákjainkat. 10 órakor kezdenénk egy megnyitóval, és sajnálatosan már nincs közöttünk, de az iskolának egy jeles tanára, pedagógusa és sportembere volt Tatos István tanárról. Én azt gondolom, nem csak a sportemberek között nem kell őt bemutatnunk, az ő emlékére egy emléktáblát avatunk közvetlenül a megnyitó után. Ezt nagyon nagy tisztelettel és örömmel tesszük. Utána kezdődnek a mérkőzések. Ennek apropóján, amikor 1970-ben ez elindult ez a rendezvény, akkor az Évisz, a Széchenyi és a Krúdi öreg diákjai csaptak legelőször össze, és ennek apropóján meghívtuk ezen intézmények volt diákjait is, akik örömmel jönnek erre a rendezvényre. Tehát velük kezdenénk. Utána számításaink és tervezetünk szerint lány mérkőzés jönne, volt krúdis lányok a mostani krúdis lánycsapat ellen, és utána megjelenteket csapatokba osztva, amik van erő és lehetőség egy örömteli játékot szerveznénk. Azért egy olyan 17 óra környékén szeretnénk zárni, mert 18 órától fehér asztal mellett egy vacsorával fejeznénk be a napot, ahol a régi emlékekre, osztálytársakra, tanárokra emlékezve egy kötetlen beszélgetéssel zárnánk ezt a rendezvényt. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.